Magyarország kormánya idén meghirdette a Családok évét, mely országszintű kezdeményezéshez a Pécsi Tudományegyetem is programokkal csatlakozott. Ennek egyik kiemelkedő rendezvénye volt az Orfűi Akvaparkban megrendezett Családi Nap. Én azt gondolom, hogy szükség van olyan napokra és olyan időtöltésre, amikor a családok számára biztosítjuk a közös időtöltést, az együttlétet, és próbáljuk itt a költségek átvállalásával segíteni őket, hogy igazán egy gondtalan napot tudjanak eltölteni itt ezen a, én úgy gondolom, hogy nagyon csodálatos környezetben. A Családi Napra vártak minden egyetemi dolgozót és családtagjaikat, a csecsemőtől az emeritus kollégákig, akik nem csak úszhattak és napozhattak, de részt vehettek vízi és szárazföldi sportversenyeken egyaránt. Több mint 1500-an regisztráltak a kollégák, és én azt gondolom, hogy nagyon jó az is, hogy minden karról, minden szervezetről, minden telephelyről jönnek a kollégáink, és talán ez is egy kis csapatépítő jelleggel is bír, mind a mellett, hogy a fókusz most tényleg a családokon és a gyerekeken van. A továbbiakban nyári táborokban is részt vehetnek a gyerekek, de az év során terveznek még tökfaragást, adventi koszorúkészítést, fotópályázatot és koncerteket is.